Hát a szurkolóinkat mindenképpen, mindig ki kell emelni őket, de ott a 92-ben, amit ott varázsoltak nekünk a Diósgyőri stadionba, le a kalappal. Mi tudtuk, hogy mi az a fradizmus, de átélni belülről azt, hogy felnőtt magyar bajnok vagy, és ilyen közönség, ilyen szeretet van mögötted, az félelmetesen jó érzés. A középpályán mindig volt emberük, aki Janes volt, hogy úgy mondjam, hiszen a Lipcsének volt feje a játékot. Tehát a veszélyes csapat volt mindenképpen. A szurkolók és a csapat annyira egymásra talált, hogy talán még a 95-ös csapatnál is jobban egymásra talált. Jelölte 11 évig nem nyert bajnoki címet, nagyon sokaknak ez jelentette a rendszerváltást, hogy na, új rendszer van, már nem elnyomott csapat a Fradi, végre bajnokságot is sikerült nyerni. Bajnok csapat! 1981 után több mint egy évtizedig kellett várnia a Fradi publikumnak arra, hogy újra skandálhassa ezt a szívének oly kedves Rigmust. Talán e hosszú várakozás miatt emlegetik azóta is rengetegen az 1992-es bajnok csapatot. Nyilasi a kispadon, fiatal magyarok a csapatban és egy utolsó fordulóban eldőlő bajnoki cím, legendás hazaút Miskolcról, majd több tízezer ünneplő ferencvárosi az Üllői úton. Aki ezt átélte, alig hanem sosem felejti, aki pedig nem élhette át, az most mindenképp maradjon velünk, hiszen a top 9-ben 9 pontban emlékszünk vissza a legendás bajnokságra, méghozzá a főszereplők segítségével. Jöjjön az első pont! Korábbról kezdeném. 90-ben történt egy váltás a Ferencváros labdarúgó csapatának az életébe. Ugye Nyilasi Tibi akkor jött vezetőedzőként, és akkor már új szelek fújdogáltak, és lett nekünk egy valódi tulajdonosunk, a Jean-Claude Brás személyébe, ha jól emlékszem. Ez azt jelentette, hogy több lehetőségünk is volt. Például a Pintér Attilát ugye jött haza Belgiumból, vissza tudtuk hozni. Tehát a 90-91-es szezon az kvázi a 91-92-nek az előszobája volt, hogyha már a kérdés erre irányul. Kezdett összeállni egy nagyon-nagyon masszív csapat, új szakmai stáb, új elképzelések, stb. Azt befejeztük, aránylag én azt mondom, hogy ha jól emlékszem, azért egy magyar kupát behúztunk. És aztán elkezdődött ez az újabb szezon, ami valóban így van, hogy nyögvenyelősen indult, mert kulcsjátékosok távoztak tőlünk, a Pintér Attila, a Fischer Pali, a Keresztúri Bandi, a teljeségi igénye nélkül mondom. Ugye én akkor még elég fiatal voltam, épp készültem befejezni az általános iskolai gyötrelmeimet, és hát döbbenten álltam ott nyáron, hogy itt mi lesz, és nem én voltam az egyetlen, tehát kimentünk ilyen edzésre, hát az öregek ott azon tanakodtak, hogy azért a biztos bennmaradást célozzuk meg. Ugye elég azt mondani, hogy mondjuk a kupadöntőn, tehát ami ugye mi júniusban volt, a júniusi kupadöntőn, amit ugye Fradi 1-0-ra nyert a Vác ellen, abból a csapatból, a akkori kezdőből 6-an távoztak, és nem akárkik. Úgy leültünk, és azért volt egy kis elkeseredés. Egyrészt azért, mert ugye hátat fordítottak nekünk játékosok, az egyesületnek is egy jobb ajánlat miatt, és akkor úgy számba vettük a lehetőségeinket. És akkor jött például Telek Andris. Soha nem felejtem el, és senkit nem akarok megbántani, azért volt egy bizonyos fajta pesszimizmus nem csak a köreinkbe, hanem a szurkolók körébe is. Nem fényezve magam, de talán én voltam az, miután én dolgoztam a Mancival, Nagy Zsolttal, akik ebbe a szezonban már főszerepet is kaphattak, és ismertem őket a ifista korukot és a tartalék csapatból is. És mondtam a Tibinek, ugye, mert itt azért a neuralgikus pont azért a Pintér Attila távozásával a középhátvéd szerepköre volt. És akkor én próbáltam őket nyugtatni, nyilván bennem is volt feszkó, hogy azért egy Telek Andris, ezt majd biztos vagyok benne, hogy meg fogja tudni oldani. Nekem annyiból volt könnyű, hogy azért az öltözőben tele volt olyan sráccal, akivel én majd, hogy nem együtt nőttem fel, bár nem egy korosztályban, de mondjuk rendszeresen együtt utaztunk buszon mondjuk a Flórival, a Nagy Zsolttal, a Balogh Tonóval, mert ők voltak mondjuk az ifjá, meg voltunk a Serdőlő egy mondjuk
Hajdú Attilával, aki még később ugye játszott a Fradiba. Tehát erre volt olyan játékos a Fradi öltöző, akit én már személyesen is mondtam, könnyű volt így a beéleszkedés, de hát természetesen aki a juniorban játszik, és utána hirtelen NB1-es meccseket sorozatban kell játszani, az azért egész más terhelés, más mentálisan fölkészülni egy ilyen meccsen, más fizikailag, tehát azért ezt valóban szokni kell. Nem is tudom, kinyilatkoztam most, hogyha valaki ide ilyen külföldön, és akkor annak is kell legalább egy szezon, hogy megszokja ezt a ritmust, ezt a játékot, amit Magyarországon az NB1-ben van, tehát valóban, hát nekünk szerintem egy fél év elég volt ahhoz, hogy összerázódjunk. Hát az elején nehezen indult, én az első forduló után egyébként bevonultam katonának, de akkor csak 4 hétre kellett katonának lenni. Nagyon sok saját nevelési játékost akkor épített be a Nyilasi Tibi a csapatba. Hát nem volt konkrétan megfogalmazva az elvárás, de egy Ferencvárosnál, mint tudjuk, mindig a legjobb eredmény a cél. És végül is ez kerekedett ki belőle. Magunk se számítottunk rá, de aztán annyira elkaptuk a fonalat tavasszal, hogy utána ez jött ki belőle. Hát a Honvéd az minden évben nagyon erős volt, rá gondoltunk, mint legnagyobb ellenfélre. Aztán nagyon nagy meglepetésre a Vác lett az, aki végül is végig egyenletes teljesítményt nyújtott, és végül is egy ponttal lettünk évvégén bajnokok. Hát előtte mi negyedikek lettünk, az is bravúr volt, hiszen egy évvel korábban, akkor jöttem, akkor már nem kiestünk, utolsó meccsen dőlt el, hogy bennmaradunk. Úgyhogy azért tudtuk, hogy jobbak vagyunk már, de mi is ugye az első 5-6 körül vártuk talán. Inkább az első 10-be, hogy nem esetleg kicsúszott eredmény volt a másik. Hát nyilvánvaló, hogy egyszerűbb volt tervezni, akkoriban még Vácon, egy később is egyébként. És akkor a Honvéd volt inkább favorit szerintem, a Fradinak sem volt olyan nevű csapata, tehát nem nagy nevekből állt a csapat, hanem sok olyan fickó volt, aki csapatmunkás volt, és ezért is volt veszélyes. Ugye a Vác az később 94-ben ugye bajnok lett Csank Jánossal, de szerintem ez volt a legjobb szezonjuk. Tehát tavasszal ők is ugye tőlük kikaptak, de utána nem nagyon vesztettek pontot, vagy nagyon kevés pontot vesztettek, tehát egy nagyon erős Váccal kellett fölvenni a versenyt, és azért azt mindig vártuk, hogy na majd akkor a Vác majd most pontokat vesztett, ők sem voltak hajlandók pontot veszteni, úgyhogy egy ilyen szempontból viszont nagyon kiélezett volt a helyzet. Hát azért abban az időszakban még egy Újpest az mindig ott volt a dobogó közelében, tehát nagyon erős volt az ő keretük is, hát és ugye mi azt tudtuk, akár ifiből is, hogy a Fradi ellen mindenki megkétszerzett erővel fog játszani, tehát azért nekünk mindig egy 10-20%-kal többet kellett bizonyítani, mint bármely bajnok csapatnak. Hát a Vácról megtudtuk, hogy ahol a Csank János van, ott kondiban biztos nincs ilyen, tehát ő mindenből duplát futtatott a játékosaival. Úgyhogy igen, hát ezt az, hogy nem voltunk bajnok esélyesek, azt mi is tudtuk, de hát így volt talán könnyebb játszani, hogy nem minket nem velünk számoltak, és így talán a szurkolók felől se volt akkor elvárás velünk szemben. Tudtak variálni, hiszen volt, amikor toronyra építve, ugye a balogra építve, magas labdákkal támadtak, volt, amikor mozgékonyabb csatássorral, mert Deszatnikék, azért fürgék voltak, Vukovics is, Schneider is. A középpályán mindig volt emberük, aki Janes volt, hogy úgy mondjam, hiszen a Lipcseinek volt feje a játékot. Tehát a veszélyes csapat volt mindenképpen, masszívan védekeztek, és gyakorlatilag jó voltak összerakva szerkezetileg is. De nem, én sem hittem, hogy hát az első 3 oda vártuk, én és a Fradit magunk elé azért mindenképpen. Ez így nézett ki akkor, aztán hát jött a szezon, sült úgy, ahogy sült. Négyet edzettünk, és amikor edzés volt, akkor azért nem nagyon ismertünk tréfát ebbe az elvégzendő munkába.
egyébként meg a szabadidőkben, tehát jó programokat csináltunk, úgy kezeltük a játékosokat, mint partnerek, mert hát végül is azok, tehát azért ezt próbáltuk mi oldani, és ezáltal én szerintem olyan szimbiózisba kerültünk a játékosokkal, olyan közel kerültünk egymáshoz, olyan egységet alkottunk, hogy ennek lett az eredménye többek között. Mi történt? Más volt a felkészülés, vagy nem tudom, új étrend? Nem. Erre nem tudom megmondani azt a receptet, hogy jött össze ez az egész, de az első 4 fordulóban ugye győzelem, döntetlen, és utána volt egy 11 meccses végigyőzelmi széria. Én azért azt hozzátenném, hogy azért az ő sem volt kilátástalan. Ugye le voltunk maradva, tehát mondjuk 6. helyen voltunk, úgyhogy ugye a megismételt meccset megnyertük a Veszprém ellen, ugye egy elcserélés miatt kellett megismételni a meccset, utána már csak 3 ponttal voltunk az Éllovastól lemaradva, de épp azért, mivel egy fiatal csapat volt, azért mindenki azt gondolta, hogy hát azért tavasszal nehéz lesz a rutinosabbakat, akik jobban várták azt, hogy tavasszal jobbak lesznek megőrizni. Hozzá tartozik, hogy azért az ősszel volt viszont egy nagyon jó kupamenetelése a Fradinak, tehát azért az őszi pontvesztésekben az is benne volt, hogy azért azt a Levszki Szófiát oda-vissza verte a Fradi, ugye 91-ről beszélünk, ami azért több játékost adott a 94-es VB nagyon jól szereplő bolgár csapatba, és a Werder Bremen ellen ugye egy ilyen 3-2-1-0, most azt mondaná az ember, kettős vereséggel kiesett a Fradi, ez se lenne egy szégyen, hiszen a Werder megnyerte a keket, de azért ott egy nagyon éles meccset sikerült mind a kétszer játszani, nagyon a visszavágón, az egy nagyon a csalódás volt, mert rengeteg helyzete volt a Fradinak. De ahogy mentek a meccsek, és egyre több pontunk lett, és nyertünk sorozatban, egyre több néző lett a lelátón, és utána már evés közben jön meg az étvágy, akkor már mind a közönség, mind a csapat szeretett volna bajnok lenni, és hál' Istennek sikerült. Hát a Fradi pályán az különleges hangulata volt, plusz még hozzájött azért, hogy azért itt mindig nagy volt a nyomás elsősorban rajtunk, nyilván a csapaton is, meg hát a játékvezetőkön, mert azért itt a Fradi pályán annak idején a Győrbe volt nehezebb nyerni a Verebes korszakban, hát ott aztán olyan nyomás volt, hogy mi jöttünk kifelé, már 1-0 volt oda, de mindegy, itt a Fradi pálya sem volt egyszerű, más volt ugye ilyen szempontból a futball körítése, ezért nagyon veszélyesek voltak a meccsek. Azért belódult a közönség, akkor azért a Fradi pálya nagyon-nagyon hangulatos volt. Itt lehetett érezni, hogy itt ez a lényege, hogy a Telek is befutott utána, meg a Lipcse is, hiszen Porto meg váltott, meg stb. Telek is sokszoros váltott volt. Tehát, hogy nagyon jó volt ez a váltás ilyen szempontból, akkor ott volt mellettük a rutinos Kuznyecov például, meg mindig tehát voltak ott emberek, azért az előlévők is, mindegy, hogy nem volt akkor a neve egy Desatniknak például, ugye szurkolók elő, de hát egy kellemetlen, rohadt sokat futó szélső volt, aki bontogatta a védelmet, levédekezte, amit le kellett, és a elől is lehetett, jól zongoráztak ezekkel a taktikai fegyverekkel, a Vukovics akkor is rúgott gólt, ha nem is volt helyzet. Nyilván ott is ott a Kosta kezét is bepasszírozta a hálóba, de nem érdekes a bíró. A szabályosan nem fogta a labdát. Hát megnéztem a videót. Hát mindegy, ha nem fogja, de utána ápolták, vagy 2 hétig a kezét, de mindegy, nem érdekes egyébként. Én sem bántam egy Vukovicsot, mert bár kapus voltam, hát ha elejtjük, akkor ez van. Nézőpontodból kik voltak ennek az évadnak a kulcsjátékosai? Hányat mondhatok? Hát inkább minél többet. Hát a Lipcsei Peti, a Telek Manci, Albert Flóri, tehát télen leigazoltuk a Fodor Imrét, ami egy szenzációs igazolásnak bizonyult. Keller Józsi,
Hát majdnem az egész csapatot felsorolhatnám. Gyakorlatilag, ha tengelybe gondolkodunk, védj egy jó kapust, az volt, akár a Szejler, akár a Baloktonó, Szejler Józsi Baloktonó, mind a kettő nagyon jó volt. A Manci, aztán a Fodor Imre, elől meg a támadóink, akár a Balog Torony, akár a Vukó, hát parádésan összeállt ez a csapat, ezt tudom mondani. Hogy például a Telek Manci megelőzte a korát avval, hogy egy az egybe ott lehetett hagyni hátul, és ezáltal a Kuznyecov, egy kicsit szakmázok, be tudott lépni a játékba, bátrabban, mert a Manci kiválóan szerelt hátul, és ez óriási pluszt jelentett a csapatnak az előre játékba, hogy egy labdaügyes védő belépett a játékba, és abból indult a létszámfölény, hogy ő tudta felhozni a labdát, és ő nagyon jó volt labdával. Én azt gondolom, hogy azért is voltak jók az igazolások, mert azzal, hogy egy Baloktoronyt megszereztünk, akár ha belegondolunk Fischer Pali helyére, tehát olyan magas Torony volt elől, akinek ha nyugodtan, akár hátról is előre rögtük a labdát, tudtuk, hogy ő meg tudja csúsztatni. A Vukó meg pont alkalmasabb volt arra, hogy az összes lecsorgó labdára ő sprintbe tudott közlekedni, tehát olyan összetételű volt a csapat, hogy akár a szabadrugásoknál megvoltak azok a nem egy, nem kettő, hanem többféle variáció, ami minden másra volt kihelyezve, és ez tényleg azt hiszem, hogy a pontrugásoknak az egyharmadából szerintem gólt is szereztünk, mert nem csak azért, mert a foci olyan jól rúgta be, hanem annyiféle sablon volt. Az a helyzet, hogy én legalábbis mindig csapatban gondolkodtam, tehát kapustól a baloldali támadóig, nem merek most már balszélsőt mondani, mert megváltozott a világ, de mindenki a posztján, a Pálink Zsolt azt a részt, a Keller Józsi azt a részt, tehát egy egységek voltunk, természetesen ezen belül mindig voltak olyan mérkőzések, ahol egy-egy játékos húzó ember volt, Fodor Imre, tehát az én, nekem meggyőződésem, hogy az Imrének a leigazolása, a megszerzése, az borzasztó nagy dolog volt. De ugye akkor már egy pár év eltelt, a Lipcsei Peti is már jobban játszott. És sok futós volt benne, ez nagyon lényeges, tehát egyértelműen sokat futottak, védelmük jól dolgoztak a védekezésben, és elég hosszú passzosok is voltak, hiszen lépcsőt tudtak indítani, sok ilyen gyors indításuk volt, és ez, ha valaki nem készült fel, akkor azért nyomtuk, aztán felrúgtak, és villanás. Tehát mind a kettőt jól csináltak, itt ha jól bontogattak, mert mondom, ügyesek voltak elől, tehát sok pontos passzal, csellekkel, azért veszélyes volt ellenük játszani. És hát a védekezésben is emlékszem, még a Kuznyi jött, hogy figyelj, nálunk volt egy jelszó, és azt mi legyen? És mondta, hogy az első szó, amit megtudott magyarul, az a virsli. És a virsli volt az a bekiabálás, amikor az egész védelem kifutott az ellenfél támadó szabadrugásánál. Tehát a lestaktikát is úgy tudtuk alkalmazni rögzített szituációknál, ami meglepte az ellenfelet. Tehát volt egy csomó olyan taktikai elme ebbe a megújult Fradiban, ami korábban nem volt, és az ellenfelek nem voltak erre fölkészülve. Egyéniségek voltak a csapatban, tehát akiket az előbb felsoroltam, ők mindenki egy olyan egyéniség volt, aki hozzá tudta tenni azt a pluszt, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy végül is meg tudtuk nyerni a bajnokságot. Minden edzés előtt megbeszéltük, hogy mi a célja az edzés munkának, de itt igazából a Nyíl szabta ki az irányt. Aztán én hozzátettem a magamét, de a lényeg, hogy egy csomó régi beidegződéssel mi szakítottunk szerintem, tehát mi ilyen labdarúgás specifikus edzést próbáltunk kialakítani. És a Szepi volt a taktika, tehát a Szepinél nagyon sok taktikai játék volt egyébként, és mindenkinek megtaláltuk a helyét. Én nem nagyon szoktam edzőkről nyilatkozni, nem is látom munka közben, nem vagyok ott, nem hallgatózom, úgy nem kérdezgettek senkit meg, hogy mi van. Én mindig is úgy érzem, hogy aki futballista volt, jó futball, az legyen edző. És én örültem neki, hogy egy ekkora név jön be, hiszen a futballban is az óriási dolog. Meg jól szállt be, én szerintem jól is rakta össze a csapatot, abban a szezonban sajnos, mert a következőt azt hiszem nem nyerték, és hát akkor viszont együtt volt a csapatuk, volt szerencsük is, mint mondtam, egy-két ilyen szituációban, de hát annélkül ez nem megy, hát nekünk is ott a meccs, amit szerintem elbuktunk volna, de szerencsénk volt, és azért maradtunk ott a spiccen. Na hát ez ilyen. Hát ugye a Muha Józsi és a Szepesi Laci voltak a pályaedzők, mind a kettő más karakter a maga egyéniségét hozzátette, ugye a Szepi ezt a verebe stílust vitte, hogy
mindenkinél, tehát a legerősebb egy tulajdonságodat ott fölnagyította, és avval adott önbizalmat a játékosoknak. A Muha Józsi egy rendkívül precíz, alapos szakember, aki szintén nagyon jó munkát végzett, és hát a Nyilasi Tibi egyénisége, ugye mi is több saját nevelésű játékos volt a csapatban, mi rajtuk nőttünk föl, voltam ugye labdaszedő ott, és nekem óriási élmény volt, hogy amikor bejött egy Nyilasi az öltözőbe, akkor szinte megállt a levegő. Hát 35 éves volt, amikor átvette a csapatot, és annyira tiszteltük, hogy először nem ismertük tegezni, pedig mondta, hogy mindenki tegezheti, és akkor beállt közénk játszani, akkor meg nem értettük, hogy mi hagyta abba a játékot, tehát még simán gólkirály lett volna. Akkor számunkra teljesen szokatlan volt, meg meglepő volt, hogy nálunk, nekünk volt először erőléti edzőnk, tehát a Simon Balla csatlakozott hozzánk, hogy sose csináltunk futókoordinációt, tehát rengeteg, és nem csak ezt, rengeteg olyan impulzus kaptunk, imádtuk Rákosi Gyula bácsinak és az edzőseit, de azért a Tibivel meg a Józsi bácsi egész más típusú, kicsit tudományosabb felkészülés volt, tehát azért ezt is, amit Mifiben mondjuk kaptunk, vagy korábban Gyula bácsinak, az egész más típusú felkészülés volt, és az valóban a szerzetnek át kellett állni. De kellett, ez kellett állni ahhoz, hogy azt hiszem a tavaszi mérkőzésen minden csapatnak úgy ugrottunk neki, hogy az első 10 percben nagyon akartuk őket verni, tehát olyan erőbe éreztük magunkat, úgyhogy én büszke voltam igen arra a teljesítményre. Már az étkezésünk se olyan volt, tehát már arra is odafigyeltünk, túl azon, hogy ugye erről léti edző, meg koordináció. És akkor ez is egy újdonság volt? Igen, újdonság volt. Újdonság volt az akkori vitaminozás, a nyomelemek bevitele, tehát az orvosi háttér is nagyon-nagyon rendben volt, mert erre az új elképzelésre, amit a Tibi mondjuk hozott külföldről, meg mi is csatlakoztunk hozzá, a stáb is vevő volt. Tehát a Bodnár Józsitól kezdve, a Gyarmati Jenőig, a körünkben lévő mindenféle segítő, tehát ebbe az új szellemiségbe dolgozgatott. Igen, és hát nem én voltam a legmagasabb a csapatban, mint köztudott, és hát a Fodor Imre kimásadta be a szögletet, hát voltak a jó fejlők, a Balogh Torony, a Kuznyecov, a Kisflóri, és nekem sikerült a rövid sarok felé olyan több 10 méter körülről jó ütemben felugranom, és a negyedik percben fejeltem ezt a gólt, amivel megszereztük a vezetést, és az nagyon nagy nyugalmat adott a csapatnak, de hát ugye szerettük volna még növelni az előnyt, ami utána sikerült. Fantasztikus emlékek ezek, és borzasztó, hogy eltelt 30 év. A második az már inkább ilyen Vukovicsos gól volt, nem? Hát ha arra gondolsz, hogy ötösön belülről, vagy kapuhoz közel, hát igen, ott is egy Fodor szöglet, amit a Torony ráfejelt, a kapus kitenyerelte, és közvetlen közelről meg kellett előznöm ott a védőt, meg a kapust, és csak bepöcköltem közelről. 1992. június 20-a van, ott ülünk a Diósgyőri öltözőben. Hogyha becsukod a szemed, András, akkor mit látsz magad előtt? Hát, az öltözőre már nem is emlékszem, de azt tudom, hogy egy pillanatnyi félelem vagy gátlás nem volt már akkor bennünk, mert úgy mentünk végig, mondom, az a tavaszon, hogy tudtuk, hogy az első 10 percben fogunk rúgni egy vagy két gólt, és utána már csak végig kell hoznunk a mérkőzés kockázat nélkül, tehát azt tudtuk, hogy a kockázat az kerülni fogjuk, tehát az nem lehet, hogy hátul elveszítjük a labdát, inkább akkor előre rúgtuk, vagy ki a tacsra, tehát azt éreztem, hogy ennek a meccsnek ugyanúgy kell folytatódni, hogy az eddigi mérkőzéseknek. Az előző héten a Siófokot vertük 5-0-ra a Fradi pályán, és ha a Vác akkor nem nyer, akkor már ott bajnokok lettünk volna. És hallottuk természetesen, hogy nyert a Vác, és tudtuk, hogy minden Diósgyőre marad a döntés. Egy nappal előbb mentünk le Diósgyőrbe, és hát ilyen nagy dolgokat nem tudok mondani, de arra emlékszem pontosan, hogy óriási volt a feszültség mindenkibe, de bennünk volt már, hogy innen nem bukhatjuk el. Tehát ha ilyen tavasz produkáltunk, akkor egy utolsó meccsen, amikor a saját kezedbe a döntés, akkor nem bukhatod el. És hál' Istennek azon a mérkőzésen, amikor 5 órakor volt a mérkőzés, és 3:30-kor gördült be a busz a Diósgyőri stadionba, és Szakál, a masszőrünk, ugye azt mondta, amikor begördült a buszunk, hogy minden reményük elszállt. Megérkeztünk, és hozzátette, hogy mind a 20 000-en. És tényleg 30 000 néző volt, állati meleg, ilyen 30-32 fok,
Hát arra emlékszem, hogy a Fradi tábor félmeztelenül a Fele brigádot, tényleg a kerítés majdnem bedöntötték. Hát ha nincs a Nyilasi Tibinek a tekintélye, meg a karizmája, oda mentek a Havasi Misivel, akkor szerintem lefújták volna a mérkőzést, mert be akarták dönteni a kerítést már az első fél időben a második gól után. Az valóban egy nagyon belülről jövő érzés volt, hogy tudtuk, hogy teltház lesz, hogy teltház van a stadionban, és hogy még kétszer ennyi jegyet is el tudtak volna adni ott az ott lévő szurkolóknak, úgyhogy egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, igen, akkor ott azt a mérkőzésre készülni. Ugyanilyen nyugalom volt az edzői stábban is? Egyáltalán nem, legalábbis ami engem illet, de én szerintem a kollég se a Tibibe, se a Szepibe, a Majdú Józsiba se annyira volt ez a nyugodtság, mert ugye úgy voltunk vele, hogy itt még az utolsó pillanatban is meg lehet botlani egyébként. Azt tudom, hogy a Miskolctapolcán a Junó szállóba szálltunk meg, tehát előtte való nap lementünk, és én a magam részéről még azóta többször felidézzük a Medgyessy Lajos barátommal, aki a Fradi buszt vezette az édesapja után, és már igencsak kezdett hajnalodni, vagy mindenképpen késő éjszaka volt, még ott lent sétálgattunk a szálló előtt, és a másnapi a mérkőzésre gondoltunk, és én a magam részéről nagyon-nagyon feszült voltam, de szerintem a kollégáim ugyanígy, hál' Istennek a játékosokban azért mégse volt ekkora feszültség. Jó páran Fradi saját nevelési játékosok voltunk, gondolok itt a Telekmancira, Nagy Zsoltra, Albert Flórira, Balogh Tonóra, és hirtelen nem tudom, ki jut még eszembe, Pálink Zsolt, Szűcs Misi, aki akkor került be. Igazából mi ezen nőttünk föl, mondom, a Nyilasi féle Ebedli, Szokolai, Martos, Bálint, tehát ezen nőttünk föl, és mi tudtuk, hogy mi ez a fradizmus, de átélni belülről azt, hogy felnőtt magyar bajnok vagy, és ilyen közönség, ilyen szeretet van mögötted, az félelmetesen jó érzés. Hát a szurkolóinkat mindenképpen, mindig ki kell emelni őket, de ott a 92-ben, amit ott varázsoltak nekünk a Diósgyőri stadionba, le a kalappal. Én a magam részéről azt gondoltam, hogy ezzel ez az ünneplés meg is történt, a bajnokságnak a megünneplése, de még közel sem volt vége. Hát fogalmunk sem volt egyrészt, mert én sem voltam korábban akkor még magyar bajnok felnőtt szinten, de még utánpótlásban is talán egyszer nyertünk bajnokságot, tehát azért ez... Erre nem voltunk felkészülve, és nem is, szerintem a klub is úgy intézte, hogy nem volt erről semmiféle információnk, hogy mi várható az Üllői úton, úgyhogy nagy meglepetés volt. A hazaút, mert csak 60 kilométerig volt akkor autópálya, és az a hazaút, ami ott a meccs után volt, hát az felejthetetlen, hogy a falvakon keresztül, ahogy jöttünk, ilyen házak előtt álltak nénik, bácsik, és mindenkinek volt valami zöld vagy fehér a kezébe, tudták, hogy erre fog jönni a Fradi busz, mert másfelé nem lehetett menni Pestre akkor, és lengették akkor a Fradi busz körül az autók, próbáltak mindenki odajönni, életveszélyesen is, minél közelebb a buszhoz, és hát vannak erről pár videófelvétel, akkor a buszon föl volt például a Hipós Feri, Isten nyugasztalja, aki ugye meghalt, azóta a vezérszurkoló, akkor a Gyeres Bandi, az újságíróra emlékszem, hogy fönn volt a buszon hazafelé, és hát tulajdonképpen ott még föl se fogtuk, hogy mi történt, csak hát nagyon boldogok voltunk, és megérkeztünk az Üllői útra, az esti fiesztára, amit Arató Andris tartott, és ott is volt legalább 20-25 ezer ember. Számomra a stadionban az egy abszolút spontán volt, az én számomra. Nyilván a vezetők azért felkészültek rá, mi van, ha így van, vagy mi van, ha úgy van. De valami felejthetetlen estét varázsoltak. A Szepi ezt a verebes vonalat vitte, és avval nagyon sokat tudott segíteni, mert voltak, akik önbizalmilag esetleg nem voltak annyira erősek, és azokat nagyon föl tudta rázni. És hát aki meg erősebb volt, azt meg még jobban, és tényleg kiemelte, hát nem tudom, hogy a verebest mennyire ismeritek, vagy mennyire esett szó már róla, de ő fantasztikus önbizalmat tudott adni a játékosoknak, és ezt a szellemiséget képviselte a Szepi is. Azt tudni kell, ugye, hogy azért ő is játszott a Ferencvárosban, tehát a 81-es bajnokcsapatnak a tagja volt, és külföldi tapasztalattal is felvértezett valaki volt, aki
egy edző legenda, edző zseni mellett pallírozódott a Verebes Józsi mellett. Az edzés metodikát, a módszereket, az elképzelést a játékról, ezt átmentette ide hozzánk. Tehát ő megkerülhetetlen volt ebbe az egész történetbe. Egy nagyon közvetlen szakma iránt elkötelezett valaki volt, aki nagyon sokat adott a játékosoknak is. A Fodor Imrét tudtuk, hogy jó játékos, de az, hogy ennyire teli találat lesz az igazolása, ezt nem tudhatta senki, vagy legalábbis, hogy ennyire beválik, mert ő valami parádés, amit hozzátette ehhez az egészhez, pontrugásaival, góljaival, gólpasszaival, jelenlétével, és egy remek ember. Hát borzasztó, hogy úgy beszélünk róla, hogy már nincs köztünk. Egyik legendás mondata mindig az volt, hogy ha gond van hátul, csak passzoljátok ide, majd itt jó helyen lesz nálam. Tehát úgy próbálta tényleg nyugtatni a csapatot, hogy egyben vezényi egyéniség volt, hogy mindent elvállalt, mondta, hogy ha a gond van, akkor majd ő elintézi és jó helyre passzol, és hogy tényleg a szabadrugások már, sőt 11-eseknél is, hát hogy sose izgultunk, ha nála volt a labda, mert annyira magabiztosságot sugárzott, hogy tényleg jó volt vele játszani nagyon. Hát simi maga a fradizmus, hát tényleg róla egy külön műsort be lehetne tölteni, már annyit tudnék beszélni, de pár gondolat. Hát ő minden meccs előtt fölrázta a csapatot, tehát mindenkit ment körbe, keverte a kávéját, volt egy ilyen jellegzetes mozdulata, hogy ilyen erővel mindenkit nézett, és ha kellett, akkor adott egy tockost, vagy mit tudom én, de fölrázta. De ő imádta a közönség, mi is nagyon szerettük, mert élt-halt a Ferencvárosért, és ha nem is ő volt minden idők legtehetségesebb jobb hátvédje, de avval a hozzáállással, mentalitással és szívvel, ami neki volt, óriási ereje volt a csapatnak. Mindig megvoltak azok a feladatok, hogyha mondjuk gyors volt az ellenfélnek a bassz, és ő akkor mondta, hogy figyelj, ő arra fog mozdulni, hogyha visszalép, hogy akkor megpróbálja megelőzni, vagy kilökni a pályáról, én meg menjek mögé, hogyha mégis előrúgják, és hogy ha gyorsabban megfordulna, akkor én keresztezek. Tehát mindig volt egyfajta tudatosság az ő játékában, amellett, hogy kőkemény szikla volt, és hát igen, hát sajnálom, hogy már nincs közöttünk, mert szerintem akár lehet, hogy egy jó stratégia is lett volna. Azért látni kell, hogy ez volt a rendszerváltás utáni első bajnoksága a Fradinak, és ugye előtte 11 évig nem nyert bajnoki címet, nagyon sokaknak ez jelentette a rendszerváltást, hogy na, új rendszer van, már nem elnyomott csapat a Fradi, végre bajnokságot is sikerült nyerni. Tehát azért ez is hozzátartozik, tehát ez a klubnak, mint közösségnek az emlékezetébe így ivódott be, ugye amikor bajnokok lettünk, akkor utána Antal József az ország miniszterelnöke, és egyébként Kónya Imre közösen írtak egy levelet, amiben gratuláltak a Fradinak, ugye Antal ő a Fradiban sportolt egyébként korábban, ezt kevesen tudják. Ez azért azt megelőző rendszerben, hát finoman szólva is elképzelhetetlen lett volna. Az egyik legszebb, ha mondjuk vitrínbe gondolkodik az ember, akkor szerintem szinte főhelyen lenne ez a bajnoki cím, mert egyrészt jó pár éve eltelt az utolsó bajnoki győzelmünk óta, másrészt pedig ugye kérdezik, hogy ez a csapat mitől. Hát én szerintem attól, hogy zömébe, tudom, megváltozott a világ, de zömébe saját nevelésű játékosokból és a szakmai stáb is Fradiba nevelkedett emberekből állt. Ez a tavasz, ez feledhetetlen. Hát, mondom, az a március végétől tartó sorozat, hogy 11 meccsen keresztül pontot sem veszítettél, és ebben voltak olyan, hogy Győrben mondjuk rúgtál egy hatost, vagy ami úgy hirtelen eszembe jut, ez az Újpest meccset mondtam már otthon a 3-2, ami szintén teltházas meccs volt, hát most nem akarom végsorolni az egészet, de fantasztikus emlékek, és most bármelyik meccsbe belemennénk, mindegyikre emlékszem, és élénken él a emlékezetemben, mert ez a karrierünknek, szerintem mindannyiunknak egy
nagyon nagy mérföldköve volt. Én akkor éreztem hosszú idő után, játékosként is lehetett érezni, de hogy a szurkolóink és a közönségünk, hogy mennyire összetalálkozott azzal a csapattal. Nagyon-nagyon szimpatikus, jó szellemű társaság volt. Nehéz igazából megfogalmazni, de egy diadalmenet volt. Most lehet nyilván akkor is teszi, mert az ember akkor még fiatalabb volt egy jó pár évvel, nevezetesen egy 30-assal, azért az nem mindegy, de hogy mondjam, nagyon-nagyon szimpatikus játékot játszott a csapat. Minden tekintetben jók voltunk, minden tekintetben a fradista hagyományokat vittük tovább. Én is kiemelném azt, hogy a szurkolók és a csapat annyira egymásra talált, hogy talán még a 95-ös csapatnál is jobban egymásra talált. Másrészt, hogy hát számomra ugye én akkor már meg nem mondom, milyen szavazat alapján az év játékosa is lehettem, miközben tudom, hogy utána még fejlődtem. Tehát én halljam engem, saját magamról kell beszélnem, akkor 95-ben értem igazán a csúcsra, de 92-ben talán azért volt annyira jó szezonom nekem is, mert hogy senki nem várta tőlem, sőt még én sem. Én is úgy érzem, hogy akkor egy lépcsőfogot lépett a karrierem, a fiatal feltörekvő tehetségesből egy stabil NB1-es játékos lehettem. Úgyhogy számomra is ezért kedves ez az első bajnokság.